look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change, watch the craze, keep it sane, don't fade away. Look how my mind plays. Little bit of fame, little bit of hate, little bit of change, watch the craze, keep it sane, don't fade away. Sziasztok, Sanyi vagyok, üdvözöllek titeket, ez a Car Mechanic Simulator 2015 20. kerek része. A 19 eddigi részből eddig elértem, láthatjátok a jobb felső sorokban 7076 XP-t, illetve több mint 60.000 dollárt. Annyival, hogy én a fényezőműhelyet megvásároltam, illetve a tesztvezetés, ekkor pénzösszegbe kerül ezeket megnyitni, miután megvan egy bizonyos XP-nk. Ezt a kettőt nyitottam meg, illetve a tesztvezetésen kívül van még ilyen tesztpályán való gyakorlás is. A következő szint eléréséhez a parkoló megnyitása lesz, az majd 9000 XP után tudjuk majd létrehozni a parkoló helyünket, ahol majd parkoló, vagy tárolhatjuk gépjárműveket, illetve saját gépjárműveket hozhatunk már létre. Jó. Mivel az előző rész végén elértem a 7000 XP-t, tehát tudunk dolgokat csinálni. Két dolgot tudunk most létrehozni. Minden 1000-es XP-nél kapunk XP pontokat. Tudunk csinálni olyat, hogy vagy változtatunk falakat, padlót, emelőt, polcot, ablakot, vagy a padlócsíkot, vagy már csak egy dolgot tudunk fejleszteni, mert megvásároltam az összes szerszámot a gyors csavarozáshoz, a gyors összeszereléshez, illetve a manuális vizsgálathoz, illetve már megvásároltam az OBS olvasót, kompresszior mérőt, illetve a multimétert. Tehát az ilyen vizsgálóeszközt és az általános eszközöket már mind megvásároltam. De inkább én rámegyek arra, hogyha egy bizonyos alkatrészt akarok megszerelni, amit meg tudok szerelni a szerelőpadon, akkor eddig 40%-os esélyem van a javításra, most akkor legyen 50%-os, és ezt szeretném megvásárolni. Úgyhogy 8000 XP-nél ez lesz, 9000 XP-nél ez, és megnyitom a parkolót, 9, 10 és 11.000-nél meg fogom tudni csinálni ezt az egész műveleteket, és majd csak utána akarom majd díszíteni a garázsomat. Jó, akkor ennyi lett volna az ilyen kis bevezető, jöhet akkor az első gépjárművünk mára. Mindig sorba szoktam menni a kocsik behívásával, úgyhogy úgyhogy most ez a gépjármű következett. Óbetűvel meg tudom nézni, hogy milyen problémák vannak. Az autó nehezen irányítható, gyorsításkor hangos, tehát ez kipufogó problémákkal lesz. Nehezen irányítható, tehát kormánymű, illetve mégis csak kormánymű, igen, futómű hiba, az pedig megint ilyen kormányműszerűség. Tehát ezt két helyen tudnám letesztelni, ezen a tesztvezető kabinba, illetve magán a tesztvezető pályán. Most nézzük meg, hogy én el tudom-e mozgatni a tesztpadra. Igen, elmozgattuk, akkor most ott megvizsgáljuk egyes alkatrészeket, hogy milyen problémák lehetnek. Itt egyszerűen csak, amit látszik, a bal sarokban kimutatja a dolgokat. Most rávezettem a fékpadra, most megnézzük a bal és jobb oldali fék szintet, hogy mennyi. 49 3 és 49.6, kevés nagyon az eltérés, de jelenleg nekünk nem is fake problémáink vannak, hanem abból most fogunk menni. Az a rázópad, és akkor itt a futómű tesztet tudjuk majd végrehajtani. A bal és jobb oldali között nagy különbség van, úgyhogy már biztos, hogy az első felfüggesztésnél, futóműnél problémák vannak. A hátsónál is van azért bőven, úgyhogy ezeket a vizsgálati jelentést kaptuk, vagyis hibákat. 2, 4, 6 darab hibát fel is fedeztünk, ami narancssárga alatti,
ennek pedig 57%-osra kell lenni. Láthatjátok, hogy eddig mennyi olyan dolog volt, amit nem fedeztünk fel. Jó, és akkor most megyünk egy tesztvezetést is. Magnummal. Na, az első a gyorsulás, amit láthatjátok a felső sarokba. Végrehajtottuk, most megyünk egy kis slalomra. Nagyon jó, és akkor most... Öppá! A hátsó részét egy kicsit megütöttem, de mindegy. Karosszéremet nem kell cserélni. Kicsit túlmentem a fékkel. Na és akkor megkaptuk megint ilyen ennyi sok hibás alkatrész felfedezését. A laprugó lemezek, laprugó útcsavar. Igen, ezek hátsó rész, külső kormány összekötő, az első rész, első stabilizátor és belső kormány összekötő. Na, elég sok mindent felfedeztünk, nézzük egy O betűvel. Felfedeztük az összes dolgot, ami a futómű, illetve az autó, vagyis mind a kettő végül is futómű probléma. Annyi, hogy gyorsításkor hangos, ezt pedig majd szétszedésre a kipufogókat fogjuk majd leszedni. Ezt minden állványon kell szerelni, úgyhogy már is rakom a bal emelőre. Itt még a szerelés még nem fogom tudni valósítani, megvalósítani. Há, bár... De, mert a felfüggesztésre... Ott majd tudok majd... Egy-két alkatrészt megjavítani, majd kíváncsi vagyok is, hogy hogy alakul majd. Na, azt mondja, hogy ezt már biztos, hogy szedni kell. Ja, itt van a lunacsavar. A felső tányér az láttam is, hogy problémás. Illetve... 0%-os? Az komoly. Jó, hogy be tudott jönni a műhelybe. Még 0%-os alkatrészt nem is láttam. Itt van a belső. Másik oldalt is rossz volt a belső, mert kettő volt, azt tudom. Amit belső kormány összekötőről. Úgy né, ahhoz ki le kell szedni a külső. Oké, én már látom, hogy az az első kipufogó csonk, ez hibás. Ezeket azért látjuk már a százalékokat, mert ez volt már tesztvezető pályán. Látom, hogy a közöső kipufogó dob. Hát lehet még elmegy. 27%-os, akkor nem megy el. Na nézzük, hogy milyen problémák vannak amúgy. Elsőleg egy csillapító felső tányért leszedtük, a stabilizátor összekötő B-t, igen, felső legőkar. Igen, 1-2-3 gumipersely és laprugó. Ez jó, ez a gumipersely. Van egy kicsi, akkor ez lesz az. Ez biztos, hogy rossz. Igen. Meg ez volt az első stabilizátor összekötő B. Amit még nem szedtem le. Csak mondtam, hogy rossz. Igen, ez is jó. Ja. Kettő gumipersely volt, nem? Vagy három gumipersely volt összesen, csak nem tudom, hogy ennyi volt, abból rossz. Más korlát, az biztos, hogy rossz. Ha nem, akkor biztos a hátsó része lesz. Így négy menjünk hátra, úgy látom ez a kipufogó, ez a kipufogó, és akkor megvan a négy darab. Meg is mutatom. Itt van, már ki is dobta az ismeretlen részeket. Hát ez a négy kipufogó alkatrésze volt a hibás. Na, ez a lemez, pedig meg ez a egy csavar. A másik az nem rossz, csak le kell szedni, hogy le tudjam szedni a lemezt. Laprugó lemezt. Jó, igen, és másik oldal. Itt az egész laprugó rossz, meg a... Hát itt elég rozsdás az egész kocsi.
Na, én erre akartam kattintani, csókolom. Igen, mit kell még leszedni? Ja, itt vannak a kicsi új belsőek. Igen, az egyik. A másik. Itt van ez a rossz egyik. És akkor a laprugó. Igen, másik gumipersely. Aha, ez a rossz, nagyon jó. Akkor, ha jól emlékszek, most már leszettünk mindent, ami rossz volt. Igen, ezt leszettük. Belső, belső, igen. Egy külsőt. Első stabilizátor összekötőbét leszettük, laprugó. Ja! Itt ugyanúgy fel van sorolva mind a kettőnél. Aha. Jó, azért szeretem inkább a vásárláskor... Nem, jövünk ide a szerelőpadhoz, ha már megvásároltuk, hogy tudunk szerelni, akkor szerelünk is. Na, látjátok, most már 50%, eddig 40% volt. Megnézzük, hogy tudjuk-e javítani. Javításra került az alkatrész 45%-os, hogy ez nekünk megfelelője, visszamehetünk a képjárműhöz, és egy O betűvel 45%, az nem jó nekünk, mert nekünk minimum 51%-ra kell feljavítani a gépjárművet, úgyhogy még egyszer megpróbálkozunk a javítással, megint kapunk egy 50%-os esélyt, javításra került, és most már 99%-os állapotban rendelkezik. Tehát ezt sikerült megjavítani. Ehhez nem kell megvásárolni. Laprugó csavar, 50% az esély erre is. A javításra került és 70%-os lett, tehát itt van. Tehát akkor ezt se kell megvásárolnunk. Két alkatrész sikerült úgy megjavítani. Igaz, hogy 50% volt az rá az esély, és háromszor, ez matematikai és statisztikailag, hát annyira nem megegyező, mert 50% vagy sikerül, vagy nem, de hát mind három alkalommal sikerült neki megjavítani. Azért három alkalom, mert kétszer javítottam magát a laprugó lemezt. Jó, akkor egy inventory-t szeretnék nézni. Felső lengőkar, első lengés csillapító felső tányér. Azt mondja, hogy... Első lengés csillapító felső tányér. Oké. Okay. Kellett nekünk egy felső lengőkar. Igen, inventory. Ezt megvettem. Ezt is megvettem. Jó, kell egy darab külső, kettő belső. Egy gumi belső. Kettő kicsi. Azt mondja, hogy gumi belsőből egy nagy, kettő kicsi. Illetve volt egy fotómű. Azt mondja, hogy volt egy külső kormány összekötő, volt kettő belső kormány összekötő, egy, kettő, igen. Ezt megjavítottuk, kell egy laprugó. Laprugó nem ezt, majdnem megvettem, pedig azt megjavítottuk. Kell egy stabilizátor összekötő B. Na, nézzük csak meg. Azt mondja, gumipersejt megvásároltam a kicsit. Kicsit megvásároltam, rendben van, laprugó lemez. Ezt megjavítottam, itt van 99%. Még egy gumipersely. Egy B összekötő. Egy belső kormány összekötő. Egy belső kormány összekötő, meg egy külső. Ezeket megvásároltam. A laprugót is. És akkor maradt még, itt is van egy laprugó. Ucsavar. Miért írja azt 0%-osnak? Oda mentem a pulthoz és megjavítottam.
a 0%-os nem tudja megjavítani, kell egy bizonyos... Igen, mert ezt megjavítottam, 99%-os lett. A másikat meg 70%-osra javítottam. Ami 0%-os, van egy bizonyos alkatrész, amit meg nem tud megszerelni valami hiba alatt? Na, de erre kíváncsi vagyok. Nincs több alkatrész, ennyit. Hát akkor ezek szerint a ilyen 0, kb. 5% alatt itt nem fogjuk tudni megjavítani. Akkor jó van. Akkor most már ezt is tudom. Akkor kell nekünk egy laprugólemez, meg egy útcsavar. Ja, ez a 0%-os, ez pedig a 3%-os. Jó, és akkor most már csak a kipufogónk van. Azt mondja, hogy kell egy középső kipufogó dob. Középső kipufogó dob. Egy kipufogót nem látok. Egy hátsó kipufogó dob. Ja, abból kettő kell, gondolom, igen. Ha jól emlékszek. Igen, a hátsóból kettő kell, az elsőből pedig egy. Akkor egy első. Meg kettő hátsó. Na, így most már rendben vagyunk. Na. Kettes. Nem. Egyes, és belépek, így kettes, nagyon jó. Egy kipufogó, két kipufogó. Kiputfogó, mivel lehet kiputfogni? Hát kipufogóval. Oké. Hol volt rossz? Jó, mindegyik 51% felett van, úgyhogy nem is kell gondolkoznom. Mert minimális összeszerelési szint az 51% volt. Légy szíves összeszerelni, de ezt köszönöm. Jó, a gumipersejeket majd visszarakom. Na, gyere már át a másik oldalra. Igen, ez a lemez. Jöhet vissza az útcsavar. Jó, ide volt egy gumipersej, azt tudom. Ide jött a 100%-os. Jó, akkor ide, hoppá, erre az oldalra, hátul volt a rossz, ha jól tudom, úgyhogy ide, ah, mindegy, mert ez is jobb, mint 51%, igen. Jaj, de jó, hogy ilyenkor beragadok a gumikba, és nem látom, hogy hova kell menni. Okili-dokili, hát szerintem hátul meg vagyunk mindennel, úgyhogy mehetünk előre. Mondhatnám azt is, hogy legelőre. De nem vagyunk kint a földön. Tanyán, vagy ki hogy hívja. Na, igen. Szereljük ezt össze. Itt jöhet a tányér. Jöhet a felső lengőkar, három csavar. Nagyon jó. Valamennan innen hiányzott egy gumipersej. Innen. Jó, ha már itt vagyok, akkor egy középső kipufogódom meg egy elsőt. És jöhet a kormány összekötő. Ide jön a kisebb százalékú, mert másik oldalt volt. Még arra is emlékszem, hogy 0%-os volt a másik oldalt. Nagyon jó, jöhet vissza a zabroncs. Másik oldalt, hogy nézzünk ki. És megjavítottuk a gépjárművünket. Munka befejezésével át is adtuk a gépjárművet. Most jól lenne egy olyan gépjármű, ami nincs olyan sok hiba, hogy be tudjam fejezni ezt a részt. Csak az lenne elég sok hiba van. Mindegy. Addig jutok, ameddig.
Azt a... Ez csúnya már. Na, igen, karosszérelemet azt majd a végére szoktam hagyni, sebességváltót sebességváltó műhiba, jó, azzal nincs gond, kipufogóval nincs, ezzel a sok motor alkatrésszel van nekünk probléma. Tűha. Na mindegy, kezdjünk neki. F1, F2, F3. Hát természetesen állapotfelmérő módban. Az összes gyújtógyert a megfelelő állapotban van, úgyhogy nyomatunk egy multimétert, vagy egy kompressziómérőt előbb. Azzal sincs probléma. Motor problémánk van amúgy? Most gondolkozok, hogy... Futómű. Jaj, gratulálok. Miért ezt nézem? Nem motor problémák vannak. nem, M betű mozgatás, azt mondja, hogy tesztpad. Menjünk be, és akkor nyomassuk a tesztpadot. Jó, lefékezzük. Nagyon jól mehetünk a következőre. Úgy csak a futóművet akarom megnézni. Kár, hogy nem lehet átugrani az ilyen fékellenőrzést. Na, most a lényeg, a lázópor. Jó, következő. Hát van itt különbség, 7,4. Na és akkor is készült. Na már 2, 4, 6 alkatrészt megtaláltunk. O betű, és akkor még pont a fele hátra van, azért, mert el kell menni nekünk tesztvezetésre is. Oké, okay, tesztpálya, mehetünk. Putkor volt nekem egy olyan, amikor kiesett a két rész, nagyon rossz volt a futómű, és nem tudtam bevenni ezt a kanyart. Neki csapódtam a falnak, utána ezt a szlalompályát sem tudtam megcsinálni, úgy, mint itt. annyira rossz volt a futómű, hogy teljesen irányíthatatlan volt a gépjármű. Tehát még ezt is mutatja a játék, befolyásolja, hogy itt kirepültem a pályáról, még a felfüggesztés is annyira rossz volt. Na, akkor itt felfedeztünk még több cuccot, és elméletileg már rakom is az emelőre. Fel is emeljük, tudjuk, hogy futómű problémája van. Na és akkor O betűvel akár meg is tudom nézni, hogy egyetlen egy ismeretlen alkatrészünk van. Illetve már ezt is látom, hogy ipufogó jöhet le. De csúnya ez a lengővilla. Na mindegy, szedjük lefele, ahogy mind tudunk. Innentől már kereket kell kapni, ugye? Ja nem. Le tudom szedni, ugye lengés csillapított, nem szedem le a kereket. Hát ez vicces. ez már le kell ezt szedni, mert az első stabilizál... Nem, ez sem kell. De jó. Jó, jöhetünk át a másik oldalra. Lá, itt a csonkámet le kell kapni, úgyhogy... Itt azért már ezen az oldalon van probléma rendesen. Most ezt megyünk sorba, ha már ezt elkezdtem, akkor már is le is szedem a stabilizátort. Jó, akkor most jöhet le a kerék. Ezt szeretném lekapni, tehát jussunk el addig, a csonkálványig. Igen, igen. Hú, a csonkálványnal elég sok mindent le kell kapni.
Igen, mutatja még, hogy ezt az alsó lengő kart, azt pedig le kell szedni az egész rugót, teleszkópot. Jó, most már jöhet a... Elméletek már csak egy dolog fog a belső, vagy a külső kormányosztokat el. Jó, és akkor ezt már le is kaptuk. Jó, másik oldalt miúság van. Most visszanézek, megnézem, hogy itt mi a probléma. Már felfüggesztéssel már nem nagyon látok dolgot, amit le lehetne szedni. Vehetünk ide hátra. Kipufogó dobot lekapjuk, innen a rugót nem. A laprugó csavar. Jó, akkor ezt már úgy látom lehet javítani is. Mert 5% és... Na, azt például már nem lehet javítani, 4%-os. Itt van egy kicsi gumipersely, ami rossz. Igen. Na, mi van még itt? Aha, egy felső rugótányér. Na, ez is rossz itt a alsó lemez, úgyhogy jöjjünk ide, és ezt is... Ah, itt meg itt egy U profilú laprugó. U csavar. Ez hogy áll az a gumipersa? Jó. Jó, lehet, hogy a laprugó, és szerintem minden igaz, akkor meg le is szedtem mindent, mert nyomjuk egy O betűt. Első rugó? Lekaptam mind a két oldalt, mert muszáj volt leszedni, igen. Első stabilizátort leszedtem. Felső lengőkor gumipersely. Egy gumipersely szedtem ki szerintem. Úgyhogy megnézek mindjárt még egyet. Hátsó lengéscsillapító felső tányért leszedtem. Kettős lengő karos lengéscsillapító. Egy kereszt lengő karos lengéscsillapító. Az meg mi? Merev híd. Hátsó spirálrugó. Nézzünk előre. Itt milyen rugózás van? Teleszkóp van, nem? Jaja. A gumipersejt akartam megnézni. Az jó. Az is jó. Az a rossz. Na. Jó, és akkor nézzük inventorinkat meg, hogy nézünk ki. Kettős. Ja, itt van. Akkor leszedtem. Jó hosszú neve van neki. Megadva. Na. Először most a kipufogót akarom megvenni. 0%-os. Amúgy meg javítsunk, ha már megvettem azt a javítási kittet. Na nézzük, most 50%. A javításra sikerült 55%. És még mindig nem tudom, hogy ez a kocsi ez hány százalékos. 59, tehát még mindig rossz. Akkor 59%. Ez elromlott, ez az alkatrész, ez. Ez 81%, akkor ezt megjavítottuk. Ezt nem javítottuk meg. Mi van még? Mi van még? Hány százalékosan mondtam, csókolom? 59, tehát még a másik kettő se jó. Ez se jó még. Nem sikerült javítani. Javításra került. 100%. Nagyon ott vagyok. 92%. Jó, többit nem javítjuk, mert azt nem is kérte. Na, vásárolgassunk. Inventory. Első kipufogó cső. Miért van nálam? Nem adtam el az előzőt. Kipufogó. Pedig most szedtem le kipufogót, nem?
Nem. Ja, de itt van egy, hiányzik egy első. Meg egy hátsó. Hol van a hátsó? Ja, itt van. Na, akkor egy első és egy hátsó gépfogót veszek. Akkor most ezzel kezdünk. Kiputfogó, első gépfogó, meg egy hátsó gépfogó. Jó, akkor innen eladok most már mindent, mert nem kell nekem ide. Jó, igen. Futómű. Kellett nekünk egy első rugó. Tehát egy első rengés csillapító felső tányér. Inventory, ezt eladjuk. Egy kettős kereszt. Az a név. Első stabilizátor és első csonkálvány. Első stabilizátor, első csonkálvány. A vagy B. B. Tudod, hogy át akartam mennem úgy. Ezt megvettük, ezt megvettük. B-t megvettük. Kettős megvettük, meg a első stabilizátort is. Jó, akkor kell egy darab, kettő darab, három. Három rugó, egy laprugó. Okay. Azt mondja, hogy egy, kettő, három, egy hátsó felső tányér, kellett nekünk gumipersze, egy, nem kettő kellett? Egy gumipersejt vettem, laprugóval nem ezt vettem? Öcsi sajt, nem. Mert ide nem volt, jaj, itt van. Oké, azt mondja, hogy ezt megvettem, ezt most vettem, hátsót megvettem, ezt megvettem, gumipersej, egyet vettem csak, ugye? Egy gumipersejt látok, az előbb eladtam. Mindegy, nem akarok még egyszer szalgálni, úgyhogy egy gumipersejt veszek még. Úgy emlékszem, kettőt kell cserélni. De hát 8 dollár semmibe se kerül nekünk. De, 8 dollárba. Kettő kipufogót visszadobjuk. Igen, hátulra mi kellett még a raplogó lemezek. Igen, jöhet a csavar. Igen, másik oldalra is. Na, húzd már meg. Elfáradtam, biztos már nap vége van. Mármint a munka izén. Az autógyárban. Autójavító műhely, milyen autógyár? Amúgy van vagy, nem is tudom, vagy 4 zene van összesen ebbe a játékba. Ismétlődik állandóan, de én még nem untam bele. Lehet azért, mert jobban belemérjük az autószerelésbe, mint hogy hallgassam a zenét. Csak egy háttérnek jó. Jó, kettes. Rakjuk be az első stabilizátort. Rakjuk be ezt a csonkát. Ja, ha már itt vagyok, akkor kipufogó beldobom.
Jó, rakjuk be azt az első csonkálványt, és akkor jöhet vissza ez az oldal. Úgyis mindig rengeteg minden kell. Jöhet a kettős. 100%-os rakom? Na mindegy. Nem mindegy. A másik oldala volt a rossz, nem? Aha. Úgyhogy szedjük is kifele. De a 60%-os jön. Ugyan. Jeljünk át a másik oldalra, nézzük meg, hogy tényleg az kellett. Igen, mert 24%-os volt. Jó. Nem tudom, ide kellett elrugó. De azt is megnézzük. Felső lengőkar, két gumipersely. Nagyon jó vagyunk. Mi kell még? Ja, ide az összekötő. Jó, mehetünk vissza a másik oldalra, akkor most már teljesen rakhatjuk összefele. Jó, ó betű. Gumipersejek vannak már csak hátra, jipjéjjá. Meg egy kuplung tárcsa. Húha! Na, azzal fogok kicsúszni az időből. Amit terveztem. El is felejtettem, hogy még nekünk más problémák is vannak, nem csak a futóműjavítás. Igen, kell az a kerékacsapágy. Igen, a gummi. Na, mindegy, amúgy kb. 5 percre szedni a váltót. Vagy szétszedni teljesen a váltót. Annyi, hogy le kell engedni, fel kell engedni. Na, gumi belsej. Ide jön az egyik, azt tuti. Jó, és akkor a másik az pedig hátra kellett, mi? Gyorsan be is dobjuk, hogy legalább ez a része legyen meg. Aha, innen jelzik. Egy kettes puk ide. Na és elméletileg megvan az első két rész, nagyon jó. Jöhet még a sérült karosszéra, nem? Ó, csak hármat kell lecserélni, a kuplunkkal lesz még itt probléma. Na mindegy, kapjuk szét a gépjárművet. Hoppá, nem látok semmit. Nem, összeszerelünk, szétszerelünk. Ó, na ilyen váltót sem szedtem még le. Mindegy, itt is leszedjük a karantengeit. Itt legalább rövidebb. Miért kell leszedni ezt a végét is? Itt alapból csak leesne, ha az egyik végét leszedtük. Ez micsoda? Ja, ez a váltónak a... mi ez, harangja? Ja, igen, és mindjárt eljutunk a bizonyos alkatrészig. Már csak egy csavar, és kész. Mehetünk meg is venni. Na. Ez mi? Ja, alulra szedtem le. Mondom, hol keres nálam egy indítómotor, mindegy kuplung tárcsát vegyünk. Kuplung tárcsa. Yeah, megvéve. Na, jöhetünk is. Ú, de jó, amikor így szállnak a szöszök. Ott. Ja, kettes összeszerelés. Jó. Amúgy nem tudom pontosan, hogy ez most 20. rész, vagy 20. rész második, vagy 21. rész. Azért nem, mert
Ezt most még szerdán veszem fel, ezt a részt. Tehát már 19. részt azt láttátok. Ha jó, hogy ilyenkor beszélem el magammal, mert azt 19. részbe kellett volna mondani. Ezt már utána halljátok, vagy aznap. Vagy lehet, hogy live-olok belőle, vagy nem biztos. Páran kérdezték, hogy nem akarok ebből még live-ot. Hát, de szerintem haladok annyira, mert úgy gondoltam, hogy jó felnyomni egy másfél-két órás live-ot, és akkor elmenni 9000-ig is, akkor folytatnám a parklóval. De nem, szerintem ez így jó, mert nem akarom én úgy értelme sokat egyszer játszani. Most jó, megbeszélem magammal, mindegy. Igen, és akkor már csak a sérült karosszéremnek vannak, inventoriumban maradt valami, igen, ezt pedig eladjuk. Igen, leengedjük a gépjárművünket. Na, a bal első sárvédő biztos, motorháztető biztos, na mit látunk még, jobb hátsó lámpa. Nézzük meg, jól láttuk. Jobb hátsó lámpa, bal első sárvédő és motorháztető nagyon ott van. És mi ennek a nevenek a gépjárműnek? Óbetű. Bolt Repléla. Úristen, az a név. Menjünk a bolthoz. És írjuk be, hogy bolt. És nem, mert karosszéremet szeretnénk vásárolni. És bolt Repléla. Kellett nekünk egy motorháztető, egy bal első sárvédő, jobb hátsó lámpa. Mertünk összeszerelni. Nem, azt hittem tovább fog tartani. Nem be, hanem csak kettessel. Azt hittem, opa. Amikor mozgok, akkor mindig megszűnik. Ez az összeszerelő első sárvédő. Bal első sárvédő. Miért? Mit vettem? Ó, átmentünk egy másik gépjármű fajtához. Az szép volt. Majd ha lesz időm, megtapsolom magamat. Azt mondja, hogy... Bal első sárvédő. Bolt Repléla. És legalább jó drága? Ó, 150. Van pénz. Igen, 2. Ugyan. Vicces volt, mert benne van magának a kerék darabja is. Igen, 2-es. Na. Úgyni. Inventory. Benne van a keréknek a... Mi ez a dobja is. Na, 150-ért vásároltuk, és 112-ért eladjuk. Ó, nem is buktam olyan sokat rajta. Na, óbetű, mindent megcsináltunk, ügyesek voltunk. Kapunk 3316 dollár cserébe, és 7306 XP, 7406, akkor 100 XP-t kapunk egy kocsi teljes elkészülétével. Na, a mai rész ennyi lett volna, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot. A következő részbe folytatom. Mindig próbálnék felugrani erre, de nem tudok, mert nincs ugrás benne. Jó, a következő részbe folytatom a szerelést. Addig is, sziasztok!